Sziasztok, Borkerek, és üvözlek mindenkit újra a csatornámon! A mai videóban Szabó Krisztina legújabb könyvéről fogunk beszélni. Voltam olyan szerencsés, és a megjelenés előtt elolvasottam Krisztának az új könyvét, az Ezüst Erdőt. Krisztánról azt kell tudni, egyébként ő egy anglisztika szakon, tehát tolmács és folytószakon végzett író és műfordító, és rengeteg nagyon népszerű könyvai képzőkönyvet ő fordított egyébként, tehát például a Kegyetlen Herceg könyveket, tehát a levegő népét, vagy Tüskék és Rózsák udvara részeket, vagy Crescent City-t, ha jól tudom, a Heartless is, amit én nagyon szerettem idén, illetve a Daffot, vagy a Holbéli krónikákat, tehát nagyon népszerű könyveket fordított ő, és ezen kívül ugye ő író is és én már olvastam tőle egy könyvet, megkeresük a polcon. Őt itt, az Ellapott Kívánságot, az első regényét, és én nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, tehát egy elképesztően jó fedezőkönyv volt, és az egyik legjobb, amit olvastam, és nagyon-nagyon, tényleg nagyon szerettem. Tehát, hogy én ezek után úgy voltam vele, hogyha Szabó Krisztina bármit ír, én azt el fogom olvasni. És hát most eljött a pillanat. Egyébként erről a könyvről, egy másik kötettel együtt, egy másik könyvmunképzős könyvvel együtt van egy értékelő videó a csatornámon. Kíváncsiak vagytok arra, hogy ez miről szól, és nekem hogyan is tetszett. Be fogom linkelni a videóta leírásba. Na de ezüst erdő, hát ezt a könyvet még nem fogom nektek tudni felmutatni, mert nincsen nálam még fizikális példányban. Ezt én e-könyvben olvastam el. De ide fogom vágni a borítóját, illetve a videó végén, amikor megérkezik hozzám a fizikális példány akkor be fogom nektek mutatni azt is egy pár felvételben. Tehát köszönöm szépen a képző kiadónak és Krisztinának azt, hogy én ezt a könyvet előre elolvasottam. Őszinte leszek, én nem nagyon szoktam e könyv formátumban olvasni, mert nem szeretek. Tehát, hogy ö, nem érzem úgy, hogy tudok vele haladni, nincs kedvem olvasni az ilyen könyveket, meg úgy tényleg nem bírja a szemem. Én esküszöm, nem tudom az éneket olvasni. De ezt a könyvet elolvastam másfél nap alatt. Olyan szinten daráltam az oldalakat, hogy ezt nem tudom elmondani. Imádtam. Tehát ez most egy spoiler lesz a videóra, én ezt a könyvet nagyon szerettem, de hát nézzük is, hogy miről szól. A kötet egy olyan világban játszódik, ahol több fantasy királyságot is követhetünk, és ezek a fantasy királyságok azért különlegesek, mert annak ellenére, hogy királyságok és uralkodók vannak, meg mi egymás, egyébként modern világban játszódik, tehát a mai technológiát is használják a karakterek, például van telefonjuk, autóvaljának mindenhova, videócsatának és a többi. És itt kötetünk több királyságot is, többek között a legfontosabb a Grosvenor ház, és ez a ház egy hatalmas nagy ilyen tekintély rendelkező uralkodó család volt, viszont a történet elején már csak ketten élnek ebből a családból, Kaluna és az ő nagymamája. És ők ketten próbálják védelmezni az ezüstvidéket, illetve más területeket is a farkasoktól. Ezek a farkasok egyébként egy olyan nép, akik nagyon erőszakosak, és rengeteg nyilkosságért felelősek, és igazából nem kímennek senkit, és hát nekik is van uralkodó családjuk, és annak az uralkodó családnak az élén most egy fiatal fiú ő áll. Mit csinálnak az uralkodó család élén? <laughs> Tehát, hogy az uralkodó családnak az élén most egy nagyon fiatal fiú van, Phelon, aki nagyjából egy idős egyébként kalunával, egy pár évvel idősebb nála, és ott veszük fel ezt a szállat, hogy az az uralkodó család, illetve a farkasok, azok elkezdenek terjeszkedni más területeken. Tehát az ők kreánságukon kívül másokat is meghúzítanak, és hát um, agresszióval. nem nagyon fogadják rendemet mint választ, és hát gyakorlatilag minden másik területet is magukba És hát elérkeznek az östvidékre, ahol is um, a Grossfenderháznak egy alkut ajánlanak, mégpedig azt, hogy meghagyhatják úgymond az autonómiájukat, illetve nem fogják úgymond annyira a saját irányításuk alá vonni a területet, ha Kaluna hozzámegy félönhöz, az uralkodó fiúhoz. És hát itt egy ilyen kényszerházasság trópot követetünk, és hát Kaluna összecuccol, és elmegy szépen a Farkasok területére, hogy összeházasodjon félennel. Itt indul el a történet, és akkor közben vannak ilyen belső részek a Farkasoknál is. Követetjük azt, hogy mi történik az ezüstvidékkel, és itt van egy ilyen múltbéli, Nyomozás is a farkasok eredetéről. Ori majdnem felvettette a kamerát. Mit csinálsz? Nem tudom miért, de doromból. Senki nem nyúlt hozzá, senki nem csinált vele semmit, és doromból boldog vagy. Boldog vagy. Jól van. itt vetjük fel a szát, és akkor nyilván főleg félőnek és koronának a kapcsolatát láthatjuk, illetve azt, mi történik a királyságokkal, és akkor lehet jól izgulni, hogy végül ők most beleszeretnek egymásba, vagy nem, vagy megmarad az vagy nem, vagy mi történik a farkasokkal. Közben persze a kalunát egy jó pára meg is próbálják megölni, mert hogy nem szeretik a farkasok, úgyhogy egy eléggé izgalmas sztorit követhetünk, én nagyon-nagyon szerettem. Az az érdekesség egyébként, hogy én annyira a farkasos sztorikat, az ilyen farkas emberes, vérfarkasos dolgokat én nem szoktam szeretni. Tehát, hogy engem érdekel a téma, de valamiért, ha olvasok könyvet ebben a témában, az engem nem nagyon szokott lekötni. És amire most így konkrétan emlékszek, az a shiver, a borzongás, amit én annó vagy háromszor is megpróbáltam elolvasni, és sosem bírtam a végéig eljutni, olyan szinten nem érdekelt. Úgyhogy én kicsit féltem ettől a könyvtől, mert ugye ez is ilyen szállal dolgozik, hogy ez nekem hogyan fog tetszeni, de az igazat megvallva nagyon jó volt. Tehát az első oldaltól kezdve engem annyira érdekelt, hogy mi történik a karakterekkel, és hogy annyira izgultam végig, hogy tényleg volt egy kis beszélgetős csoportunk Andival, meg Fannival, meg Matildával, mert ők is olvasták a könyvet, és mindig írogattuk bele, hogy nem bírjuk lerakni. Tehát, hogy valamiért adott a könyv, és nem tudjuk lerakni, és olvasjuk, és olvasok, és mindenki nagyon hamar végzett egyébként vele. Tehát, hogy szerintem egyébként mindenkinek tetszett. A karakterek terén nyilvánvalóan nekem félen először nem volt szimpatikus, mivel hogy ő volt a gonosz az elején, tehát ez egy ilyen enemies to lovers, hazasság, minden ilyen fincsi dolog. Az elején nem igazán kedveltem, Főleg azért, mert egy gyilkosságok is kötöttek hozzá, meg ehhez hasonló. Nagyon jól dolgozva az, hogy ő miért is csinálja, amit csinál, mik a motivációi, kik befolyásolják, és hogy ilyen fiatalon mit él meg, mint uralkodó. Maga a farkas uralkodó ház, illetve az uralkodó csoport is nagyon érdekes volt, Ilyen kötetjük például a tábornokot, Likuszt, illetve az ő lányát, Riekát. Van szó például Félnek a hugáról is, aki egy teljesen másik helyen nél, nem az uralkodó családnál, és hát nagyon érdekes volt ezekről olvasni, és az ő dinamikájuk az így azt sejtette, hogy itt lesz valami fordulópont, és hogy itt valami, valami nem oké, és tényleg nem volt oké. Jó, de jó volt. Na mindegy. Szóval igen, a kaluna részre pedig ugye ott van a nagymamája, illetve van a legjobb barátnője Ivon, aki ilyen segítő náluk a kastélyban. És itt pedig ugye azt követhetjük, hogy a nagymamája például hát ugye nyilván egész életében utálta a farkasokat, és ugye nagyon keménykező uralkodó is próbálja megvédeni a saját vidékét. Mégis most át kell adnia minden terhet Kalunára, mert egyszerűen mivel alkotkodtak, hogy házassába kell mennie ezzel a fiúval, minden teher rászakad, és ez is nagyon érdekes volt egyébként. Itt egyébként az ezüstvidéknél van szó ugye külön mágiáról is, mert nekik van egy ilyen mágiájuk, amit tudnak használni. Itt ehhez kapcsolódóan vannak mindenféle titkok, meg kérdőjelek a sztori elején, és nagyon érdekes volt, hogy hova futott ez ki, és egyébként én meglepődtem, de így nagyon jól összekapcsolta a szálakat a szerzőnő. Úgyhogy imádtam ezt a könyvet. Ja igen, Spice. Én nem tudtam, hogy lesz benne erotikus lenet, mert uh, ugye a másik könyvében uh, Krisztinának, ott nem volt, de elég jól fel volt vezetve egy ilyen rész. Értitek, hogy értem. És én azért mindig félek, mert konkrétan az erotikus köveket nem szeretem, az erotikus sem nagyon igényelem könyvekbe, szóval amikor tudom, hogy van benne, akkor nagyon félek, hogy át fog ez billenni egy kicsit a másik oldalára a lónak, és hogy nem fog nekem azt tetszeni. Viszont itt pontosan úgy volt megcsinálva a két karakter között a szerelmi ahogy én azt szeretem. Tehát, hogy nem ha valaki spice-t vár ettől a könyvtől, nem volt egyébként, tehát hogy nem, nincs benne, de van rá utalás, ha ezt így lehet mondani. Úgyhogy én ezt a nagyon szerettem, ötször utattam adtam rá, és egyébként kedvencnek is jelöltem molyon, pedig még itt sincs nálam fizikális példány van, de annyira nagyon jó volt, tényleg én tudom ajánlani minden fantasy olvasónak, főleg, hogyha az ilyen vaj, égkönyveket szeretitek, vagy a mese például vagy az ilyen tényleg az a, olyan fajta sztorikat, amiket gyorsan lehet pörgetni, és egyszerűen beszippantja az embert, ez egy ilyen. Nekem egyébként éppen azért, mert ez egy modern, világos fantasy volt, így a vibe kicsit hasonlított a Vörös Királynőre, szóval ha azt szerettétek, akkor olvassátok el ezt mindenképpen, illetve ha a borzongást szerettétek, amit én nem, akkor ez biztos, hogy tetszé fog, mert szerintem százszor jobb. Köszönöm a könyvre, és nagyon szépen köszönöm a szerzőnek és a kiadónak még egyszer, hogy hamarabb elolvasottam, és bátran állom mind a nyújtoknak. Végre megérkezett hozzám a kötet, amit már nagyon-nagyon vártam, úgyhogy most, így a videó végén meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan is néz ki a fizikális példány. Nem más, hogy mint... Tadá! Így! Na most, nekem az a borító nagyon-nagyon tetszik, tehát, hogy annyira ilyen tipikus... KMK-s ilyen olvasni való fantasy borítója van, hogy tényleg ránézek, és így visszahoz nekem azokat az emlékeket ilyen tíz évvel ezelőttről, amikor még rengeteg ilyen vöröspöttyös könyvet olvastam. Nagyon-nagyon szuperül néz ki tényleg, és egyébként ilyen fényes, csillogós borítója van, amire én nem számítottam. És hát itt van a borítón Félen és Kaluna, és nagyon-nagyon jól néz ki. és a hátulja pedig ilyen. Szerintem ez a könyv valami csoda szép, tehát hogy nagyon-nagyon szép. Ilyen tízesek. a fejezeteknek az eleje. Úgyhogy tényleg hát nézzétek meg, egyszerűen jó ránézni erre a könyvre. Így néz ki a fizikális példány. Én még mindig csak ajánlani tudom, tehát, hogy olvassátok el. Nagyon-nagyon olvasmányos, fordulatos, szórakoztató, egy mesebeli történet, amit szerintem tényleg legjobb olvasni egyébként, úgyhogy mindenképpen ajánlom nekteknek, meg kedvencemet egyébként, ezt így be is jelöltem. Úgyhogy innentől kezdett el, Szabó Krisztina, bármit ír, én el fogom olvasni és hát ha esetleg már elolvastátok, akkor kommentbe írjátok le nektek, hogy tetszett, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!